Köszöntelek, én Mátrai Vanda vagyok, és folytatom azoknak a kérdéseknek a megválaszolását legjobb tudásom, tapasztalatom és az érzéseim segítségével, amiket feltettetek nekem korábban, és arra buzdítalak, hogyha azt érzed, hogy tudok segíteni számodra valamiben, akkor tedd fel te is a kérdésedet az info@matrainovellak.hu e-mail címemen. A következő kérdés egy, hát azt mondom, hogy mindannyiunkat érintő a témával foglalkozik, a hivatás megtalálásával. Ugye a hivatás szóban minden benne van. Nem munka, nem meló. Ugye vannak népek, természeti népek, akiknek nincs is szavuk a munkára, tehát ők fát vágnak, meg tudom én, tüzet raknak, még egyéb tevékenységekre van szavuk, de olyan, hogy összefoglaló kifejezés, mint a munka nálunk nincs. Van ennek egy pejoratív, negatív megélése, egy olyan muszáj, egy olyan kell, hogy csináljak ilyet is, mert meg kell élnem valahogy, de nem szívből jön. Ugye a hivatás szóban már egészen más lelkület van benne, hivatás. Tehát, benne van kicsit az, hogy az a tevékenység hív engem. Ebben teljesedek ki, ebben tudom igazán önmagamat adni, ebben vagyok benne abban a flow áramlásban. Amikor megáll az idő, és észre sem veszem az órák múlását. Most a kérdés pontosan így hangzik, felolvasom, hogy ténylegesen azt értsétek a kérdés alatt, amit én megkaptam. Röviden tömören, hogyan találjuk meg a hivatásunkat, életfeladatunkat? És aztán kicsit bővebben is kitaglalta a kérdés feltevő a kérdésekkel, megyünk majd szépen sorjában. Na most ugye, hogyan találjuk meg hivatásunkat, életfeladatunkat? Én azt gondolom, és ezt megint fenntartom, ez az én véleményem, az én tapasztalatom, illetve az én megérzésemen alapszik. Én azt gondolom, hogy mindannyian születünk, illetve a sajátunk valamiféle erősség, talentum, nevezzük bárhogy, valami, amiben jók vagyunk. Mondjuk így ösztönösen jók vagyunk. Lehet, hogy állnak akadályok. Ez közöttünk, és e között a valami között. Olyan akadályok, amit le kell küzdenünk ebben az életben, magyarul csiszolgatnunk kell, el kell odáig jutnunk, de aztán ott van. Tehát érezzük azt, hogy ebben megtaláltam önmagam, ez tényleg én vagyok. Én azt gondolom, hogy ez mindig is ott van bennünk, ezt nem úgy érjük el lépcsőfokról lépcsőfokra. Nincsen bennünk semmi ilyen típusú minőség, és aztán a szigorú és kitartó küzdelemmel, munkával elérjük ezt a fajta kiteljesedést. Én azt gondolom, hogy ez ott van bennünk. Van valami gát, korlát, ami ettől elválaszt, és ennek a feloldásával, lebontásával jutunk hozzá, és találjuk meg úgymond a hivatásunkat, az életfeladatunkat, és teljesedünk ki benne. Na most, ugye érezzük az irányt. Tehát nem valamitől vagyunk nagyon távol, ahová nekünk el kell jutnunk úgy, hogy semmiféle információnk nincsen az adott dologról. Mert hogyha így lenne, akkor ez egy tényleg nehéz kérdés volna, hogy Atya ég, nincs bennem semmilyen információ erről, hogy én miben vagyok jó, mi az, ami az életfeladatom, mi az, amiben kiteljesedek, amiben csak úszom az örömben, és ezzel tudom szolgálni a társadalmat, a társaimat, az embereket, és ugye ez hozza meg azt a visz áramot, amiből én meg tudok élni, és igazán tudok működni. Nincsen róla semmilyen információm, Atya ég, hogyan jutok el odáig? Ugye? Ez az egyik megközelítés. És nagyon sokan azt gondolom, hogy azért áll előttünk olyan őrületes nagy kérdőjel mindig, mert ebből a nézőpontból vizsgáljuk ezt, és fogalmunk sincs, hogy merre induljunk. Most az én érzésem szerint ez ugye fordítva van. Bennünk van ez a minőség, ez a talentum, ez az életfeladat, ez a hivatás. Csak a külső zaj, a komfortzónánk falai, ugye a félelmek, a batyuk, a beidegződések, a minták, amikről mindig beszélek, amit régen a gyerekkorunkban kaptunk, okkal és céllal, erről is beszéltünk már,
Tehát egészen más a kép, hogyha úgy véljük, hogy bennünk van ez a minőség, csak bizonyos falak ezt takarják előlünk. Tehát akkor gyakorlatilag ezekkel a falakkal van valamiféle dolgunk, és utána, amint ezeket a falakat lebontottuk, elengedtük, feloldottuk, ott fog állni maga ez az élethivatás egy biztos tudás formájában, hogy igen, ez az. Ugye ez egy belső megérzés, hogy intuíció lesz majd akkor, amikor lebontjuk ezeket a falakat, igen, ez az. Ebben vagyok jó. Tehát ha megfordítjuk a megközelítést, akkor egy egészen más típusú tevékenység sor áll előttünk. Én azt gondolom, hogy a másik fajta megközelítés elemeit is be lehet vonni. Magyarul próbálgassuk, hogy mi az, amit szeretünk. Azaz, ne üldögéljünk a fotelünkben, hogy hát jó, az, ami bennem van, az gyakorlatilag ugye már itt van, hát jó, valahogy fel kell terítenem, és akkor csak üldögélek egy helyben, magyarul hiányzik a cselekvés. Nagyon fontos az, hogy menjünk ki a világba, és amennyire tudunk már most a belső hangunkra hallgatva, kezdjünk bele tevékenységekbe. És figyeljünk oda, hogy mit érzünk közben. De ugye én azt gondolom, hogy ez a folyamatnak a kisebb része. A tevékenység nagyon fontos, hogy cselekvést ne hagyjuk abba, de ez a kisebbik része abban a munkában, amiben a végső cél a hivatásunk megtalálása. A nagyobbik rész, azt gondolom, az önmagunkkal való munka. Hogyan értem ezt? Hogyha fel kell derítenünk azt, hogy mik a félelmeink, mi a komfortzóna határa, mik a falak, amikkel túl nem merünk lépni, mi az a zaj, ami egyszerűen nem engedi, hogy halljuk ezt a belső hangot, akkor ezt az önfeltáró, az önmegismerés fogja elhozni számunkra. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy akkor jutunk az igazi, valódi információkhoz hozzá önmagunkat tekintve, amikor megtanulunk elcsendesedni, és megtanulunk belekerülni a belső középpontunkba. Most ez hát ugye nagyon ködösen hangozhat, hogy mi az, hogy megtanulni belekerülni a belső középpontunkba, meg ebbe a nyugalomba. De én az utóbbi években, amikor azzal kezdtem el mélyebben foglalkozni, amivel foglalkozom, azaz az elvárások elengedése és az elfogadás, mint a tudatosodásnak azon módja, hogy hogyan kerüljünk a jelenbe, és hogyan kerüljünk be ebbe a belső harmóniába. Ez azt mutatta meg nekem, hogy a külső zaj, és ez ugye ezer dimenziós, tehát minden, hogy a gyerekkorban nyúlik vissza, és a játszmákhoz, és amiről már sokat beszéltünk, meg fogunk is még. De hogyha kiragadunk most egy szálat, ami egy nagyon fontos szál, akkor talán egy picit érthetőbb lesz a hivatás tekintetében. Ugye nem feledjük el, hogy miről beszélünk. Akkor, amikor én elengedem az elvárásaimat, például abbéli akarásom, hogy én tudjam, hogy nekem mi a hivatásom, az életfeladatom. Mondjuk 26 éves vagyok, ugye? Húha, nem sokára 30, most már illene lenne tudnom, ugye a levélből veszem a konkrét példát, illene volna tudnom, hogy mi az, ami igazán az én sajátom, mi az, amivel én igazán örömmel tudom szolgálni a világot. És ez a fajta akarás, ez a fajta rápörgés, hogy én ezt akarom már tudni, kelt bennem egy bizonyos rossz érzést. Ugye? Amikor megjelenik a rossz érzés, tudjuk azt, hogy ott volt egy ki nem mondott, vagy kimondott elvárás. Most az esetben önmagam felé, hogy tudjam már, hogy mi az, ami az én igazi hivatásom. Na most ennek ugye van egy energiája. Egy negatív energiája, ami nagyon sok hatást kifejt ránk, de ebben az esetben kifejti azt a hatást, ebben az esetben is kifejti azt a hatást, hogy lecsökken az energiaszintünk. Ugye hol vannak a megoldások?
hol működünk kreatívan, hol működünk megoldáscentrikusan, magas energiaszinten. Akkor, amikor nyugodtak vagyunk, kiegyensúlyozottak vagyunk, lecsendesedünk, magyarul hol vagyunk? A belső középpontunkban. Na most, hogyha hagyjuk magunkat az elvárások és az elvárások nem teljesülése által kibillenteni ebből a harmóniából, akkor gyakorlatilag, ha képben érzékeltetem, bennem maradunk, ott keringünk a komfortzónánkban, még mindig a játszmáinkat játsszuk, hiszen az elvárások szorosan kötődnek az adott játszmához, amit ugye hozunk szintén gyerekkorunktól. És ezáltal ezen az alacsony energiaszinten nemhogy a megoldáshoz nem közelítünk, egész egyszerűen elzárjuk magunkat attól a felismeréstől, hogy meglássuk magunkban azt a minőséget, amit mi hozunk, amit persze lehet és érdemes is csiszolni, fejleszteni, emelni, de amivel mi az én világképem szerint, amivel mi már rendelkezünk. Jó? Tehát én azt javaslom mindenkinek, aki a hivatását keresi egyre intenzívebben, egyre nagyobb erőbedobással és egyre elkeseredettebben, mert ott vagy a munkahelyeden évek óta már akár nem érzel egy cseppnyi lelkesedést sem reggelenként, hogy te oda felkelj. A bőrödön érzed a megalkuvást, hogy mennem kéne, hogy valami mást kéne keresnem, és érzed, hogy félsz, hogy nem mersz még talán keresni sem, vagy ha keresel mást, igazániból lövésed sincs, hogy merre, akkor meg talán minek is, hiszen ez közel van, ez legalább jól fizet, vagy ez legalább biztonságos, vagy éppenségem így érzed, hogy ezt mind tudja. És ez a megalkuvás, ez az önélet feladás felőről. Ezzel mind-mind azt működteted, hogy van egy elvárásod az élet felé, van egy elvárás saját magad felé, hogy ezt te akarod, ez neked már jár, ezt te már meg akarod oldani, és már annyira szívesen kelnél fel úgy, hogy kipattansz az ágyból, és ahogy ugye egy mondatban elhangzott, hogy nem állított háromszor szundira az órádat, hogy minél inkább kitold azt az időt, hogy el kell indulnod. Ezt akarod, mivel van egy elvárásod, ami nem teljesül, hiszen saját magad bolykottálod az alacsony energiaszinten a megoldást, ezért egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedsz, és egyre távolabb kerülsz attól, hogy ezeket a megérzéseket, ráérzéseket megtapasztald, és egyszer csak ott fényesedjen előtted a felismerés, hogy mi a te utad. Elmondom röviden az én példámat. Én, hát hogyha egy picit figyeled, hogy miket csinálok, lehet, hogy találkoztál már ezzel, mert időnként elmondogatom. Egy olyan tínédzser és a 20-as éveimet járó lány voltam, aki végtelen mód visszahúzódó. A társaságban megszólalni nekem kín volt. És hát gondolatot, hogy soha-soha nem hittem azt, vagy nem gondoltam azt, nem fordult meg a fejemben, hogy egyszer mondjuk egy videóban fogok beszélni, ami egyébként nem annyira egyszerű a dolog, hogy aztán ezek megnézzék, és erőt merítsenek belőle, vagy éppen, hogy kiállok színpadra a százak elé, vagy mondjuk tréningeket tartok. Nagyon-nagyon messze voltam ettől. De elkezdtem az önfejlesztő utamat, mert éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. És egyre másra kezdtem megérezni a belső hangot. Ahogy egyre nyugodtabbá váltam önmagamat tekintve, egyre többször felbukkantak az, amit úgy tudok legjobban érzékeltetni, hogy megérzés, és egyre többször tudtam e szerint cselekedni. Mert ugye az egy dolog, hogy tehát érzel magadban valamit, azt mondod, hogy ezt most kéne csinálni. De az elméd rögtön felülírja, hogy milyen hülyeség már ez. Semmi közöd ez a dologhoz. Ez igazából valami félelmetes dolog, amitől te félsz. És azonnal bolykottálod azt a dolgot, amit az elméd nem tud értelmezni. Ugye? És beindulnak a tudatalatti védekező mechanizmusaid. Na most, tehát kettő dolog kell ahhoz, hogy elindulj. Halld a megérzéseidet, tehát legyen egy olyan nyugodt pillanatod, amikor a folyamatosan érkező
intuíció hangját végre meghallod. A második, hogy legyen bátorságot felülírni az elméd bolykottáló, piszkálódó gondolatait. Tehát ha ez a kettő megvan, és biztos vagyok benne, hogy volt már ilyen az életedben, emlékezz erre vissza, hogy mit éreztél olyankor, akkor teszel egy lépést abba az irányba, ami a te valódi utad. Ez nálam hogy történt? Álltam a buszmegállóban, a Kerepesi úton, és vártam a buszt. És ahogy nézelődtem, szemem elé akadt az oszlop egyik fal ragasza, ami szinkron színész és bemondó képzést hirdetett. Hát ugye Vandától mi állt távolabb beszélni emberek előtt, de izgatott is a dolog. És megmoccantak bennem olyan régi-régi emlékfoszlányok, amik úgy erre rezonáltak. És letírtam azt a falragaszt. Tehát az volt az érzésem, hogy ez érdekes, ez engem érdekel. Letírtam azt a falragaszt, mármint a telefonszámos kis cetlit, és felhívtam a számot. Elmondták a részleteket, azt mondtam, hogy ez így nekem belefér, egy éves képzés volt, megadott idő, megadott összegért, arra gondoltam, hogy ez nekem jó lesz. Nem tudtam, hogy miért. Nem gondoltam igazándiból komolyan, hogy én bemondó akarok lenni, vagy szinkronszínész. Izgatott a dolog, mert azért egy szinkronszínésznél a hang is, ugye az arcom ez egyáltalán nem látszik, és a hang pedig, hát elég nagy fáziskésése jut el a nézőhöz, ugye? Tehát azért az a rejtőzködő működésem érvényesülhetett, de már azért egy lépés volt kifelé. Elvégeztem a sulit, nagyon élveztem, és ne hidd, hogy nem voltak félelmeim. Hát amikor Pécsi Ildikó órája azzal kezdődött, hogy állj ki, és mondj el egy verset, egy teljesen más stílusban, mint a vers hangulata azt indokolná, hát akkor igencsak, tele volt a gatyom. De megcsináltam, mert érdekelt, ott voltam, és az új feladatoknak, a próbatételeknek az izgalma vitt magával. És nem tudtam, hogy mire lesz ez jó. Nem gondolkoztam. Arra hagyatkoztam, hogy az az érzésem, ami a kezdetekkor elfogott, az jó érzés volt, és hagytam, hogy történjenek a dolgok. A következő lépés egy rádiós szakasz volt. Másfél évig rádióztam a Fúzió rádióban, az egy kis közösségi rádió volt, mindenki szerelemből csinálta, egy éve működött, tehát én nem is tudom, hogy hány hallgatója volt. Akkor minden esetre emlékszem, hogy az első fél évem az a mosdóban indult. Tehát nagyon féltem. Tehát ott már a hangom hallatszódott valós időben, még az arcom ugyanúgy rejtve maradt. És nagyon féltem, ugyanakkor rettenetes izgalommal és örömmel vetettem bele magam a műsorokba. Nagyon szerettem. Ez is egy lépés volt az utamon. Tehát akkor, amikor egy barátnőm megírta, hogy nézd csak, Vanda, a Fúzió Rádió hirdett felvételt a műsorvezetők körében, illetve műsorvezetői pozícióra, nem kell előbb végzettség, ez egy induló kiskereskedelmi rádió, és nem tudom, eszembe jutottál, hát ha érdekel. Tehát ugye, megérzés, véletlenek, ugye, jókor, jó helyen, jó időben. Mondhattam volna azt, hogy úristen, dehogy is, hát én félek ettől. Vagy hallgathattam a belső megérzésemre, ami azt mondta, hogy ez egy izgalmas feladat, ez egy jó dolog. És valami már akkor rezonált, pedig ott voltak még a falaim részlegesen, hát ugye egyre, ahogy dolgoztam, egyre alacsonyabb, egyre vékonyabb falak, de valami már átrezonált. Valami ezzel a beszéd dologgal átrezonált, és ezt éreztem, és mentem afelé, pedig nem tudtam megmagyarázni. Mert igazániból esélyem nem volt, vagy hát tettem próbálkozásokat, hogy nagy kereskedelmi rádiókban is működni tudjak, de ez a vonal nem folytatódott. Itt viszont tudtam működni, és nagyon-nagyon élveztem a műsoraimat, és aztán jött ugye Manherz Józsi retorika tréningje, amit imádok, és imádtam, amit két évig csináltam, és a fél évben volt az, amikor leesett, amikor összeraktam ezt az utat, hogy amikor a megérzéseimre hallgatok, akkor egyszer csak azon kapom magam, hogy azt az utat járom, ami elvisz oda,
amit nem is tudok, hogy hova tartok, de befelé, ehhez a belső hivatáshoz. És én állítom azt, mert érzem, hogy az, amit én most csinálok, azzal én most a helyemen vagyok. Mert élvezem, mert szeretem csinálni. És ugyanezt tudom mondani neked, nektek, hogy ha a hivatásodat keresed, akkor az első dolog az, hogy egyre több időt tölts a belső középpontodban, azaz a nyugodtságban, amikor kiegyensúlyozott vagy, amikor higgadt vagy, amikor meghallod ezt a belső hangot, és amikor van bátorságod a belső hangodra hallgatni, akkor is, ha nem érted, hogy miért. Mert nem szinkron színész lettem. Néhány tömegezést megcsináltam, meg próbálkoztam, de azt már nem támogatta az élet. Nem volt olyan az időbeosztásom, nem tudtam olyan sűrűn lenni. Valószínűleg nem is voltam annyira jó, hogy meghallgattak volna, és azt mondták, hogy te kell lesz. Mert nem az volt a feladat vele. Az volt a feladat, hogy elkezdjek megtanulni, beszélni. Emberek előtt, hogy ne jöjjek zavarba, hogy ne őzzek folyton, hogy gördülékenyen mondjam ki a szavaimat. Hogy értelmesen adjam át azt, ami bennem van neked, aki hallgatsz. Oké, tehát én ezt az utat látom, hogy önmagunkat lecsendesíteni ahhoz, hogy meghalljuk azt, ami már ott van, készen van bennünk. Tehát fordítsd meg az irányt. Én azt gondolom, hogy elég hosszú volt már ez a videó ahhoz, hogy a türelmeddel a továbbiakban ne éljek vissza. És remélem, kimerítő választ tudtam adni erre a kérdésre. Hogyha azt érzed, hogy a tapasztalataim, az érzéseim tudnak neked segíteni, akkor arra buzdítalak, hogy az info@matrainovellak.hu e-mail címre küld el a kérdésedet, és ígérem, sort fogok keríteni rá egy ilyen videóválaszban 10-15 percben, és azt remélem, hogy ez továbbra is segít téged az utadon, az önfejlesztő utadon, hogy elérj oda, hogy megtapasztald azt, amit te valójában vagy. Ha pedig tréningemre jönnél, vagy egy előadásomon vennél résztvevőként, akkor nézd meg a www.önfejlesztőtréningek.hu honlapomat, várlak szeretettel. Minden jót neked. Szia!